Bocsánat, de nem tud véletlenül, mikor érnek ide a gyerekek? Remélem, nem sokára. Na, akkor szuper, jól van. Reméljük. Szeretettel üdvözlöm a nézőket. Szeretném megmutatni a díszletterveket. Szerintem nagyon-nagyon aranyos lesz. Ugye ez egy koncertváltozat lesz, de azért kis jelzésértékű díszleteink lesznek. Ilyen hangtechnikai úgynevezett rekkek lesznek a színpadon, azokat fogják a gyerekek tologatni, középen egy rámpa, hátul pedig a felkelt a napunknál egy 3 méter átmérőjű gyönyörű szép napocskát fognak ők fölhúzni, és amire nagyon büszke vagyok, lesz 2 mozgó elemünk, egy István és egy Koppány, most ha megengedik, akkor Istvánka és Koppányka fejünk, amik világítani tudnak és mozogni tudnak leföl. Úgyhogy így fog kinézni a színpadunk. Nagyon örülök. Én is. Nekem hiányzott a színház nagyon. Nekem is, most már jó lesz újra játszani. Hosszú volt ez a kiagyás. A Tolda Tádos szerepét játszom. Teljesen át tudok szellemülni, és ez nagyon jó érzés. Boldog vagyok, hogy a fiam bekerült ebbe a produkcióba, mert én is hát egy kicsivel nagyobb gyerek voltam, mikor Szerényi Levente felfedezett úgymond engem. És nagy büszkeség most nekem, hogy ő is itt lehet. A gyerekek már itt vannak kint, még nem találkoztam velük, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, az az igazság, mert a gyerekekkel dolgozni mindig nagyon különleges dolog. Nekem is van egy kislányom, aki 4,5 éves, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon különleges és izgalmas dolog lesz így együtt. Úgyhogy gyere, megyek gyere a gyerekekhez. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a szülőket, gyerekeket. Nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok, meg itt vannak. Úgyhogy hát belecsapunk a dologba ma, jó? Én azt hiszem, hogy a mai napnak a legfontosabb része az lesz, hogy mindenki szokja a körülményt, biztonságban érezze magát, jól érezze magát, elénekeljük a darabot, úgyhogy ma egy ilyen nagyon laza délután szeretnék veletek tartani, megismerkedünk, elmondom a koncepciót, hogy néz neki az egész előadás. Hogy minden jól sikerüljön, és mindent úgy tudjak végbe vinni, ahogy szeretnék. Bízunk benne, hogy minden, amit szeretnénk, teljesül, és a végén meg sikerül az egész, és egy nagy durranást összehozunk. Iskola, király, iskola!